települések korszerűsítésének egyik pénzügyi támasza volt eddig a megyei önkormányzat által kezelt területi operatív program. A Tolna megyei topkeret az elmúlt ciklusban közel 40 milliárd forint volt. A települési önkormányzatok jelenleg a tervezési szakaszban vannak a következő éveket illetően. Tamásiban arról tárgyaltak a testület tagjai, milyen fejlesztési elképzelések mentén képzeli a város vezetése a jövőt, melyhez a pénzügyi forrást az operatív program keretéből remélik. Porga Ferenc polgármester azt mondta, elsősorban az úthálózat korszerűsítésére koncentrálnak. Elképzeléseink szerint elsősorban a városi társasházi övezet, a lakótelepeket szeretnénk rendbe tenni, utakat, járdákat, parkolókat, zöld felületeket, közösségi pontokat, mondjuk a Móricz Zsigmond lakótelepen még a vízelvezetési rendszert pluszban. Tehát nagy valószínűséggel, amennyiben majd odaérünk, és ezt jóvá hagyja a képviselőtestület, akkor ez lesz a fő stratégiai irány. Bátaszék képviselőtestülete is meghatározta a fejlesztési irányokat. A testület hosszan értekezett arról, milyen prioritások mentén képzelik el a következő ciklust. A pályázati kiírások figyelembevételével pályázatot kívánnánk benyújtani az idősek nappali ellátásának kialakításához, szeretnénk egy új idősek nappali ellátása intézményt építeni. Pályázni fogunk az óvoda konyha teljes korszerűsítésére, pályázni fogunk belterületi utaknak a felújítására. Gazdaságélénkítés szempontjából pályázni fogunk az agrárlogisztikai központ épületén belül technológiai berendezési tárgyaknak a beszerzésére. Emellett a turizmus élénkítés területén a horgásztó és környéke fejlesztése került a tervekbe Bátaszéken. A megyei önkormányzat 45,5 milliárd forintos keretet biztosít a települési önkormányzatok koncepcióihoz.